Na, sziasztok srácok, elérkeztünk egy következő videóhoz, és hogy a pénteki filmdoboz bontás során említettem, ma megnézzünk egy jó kis minifilmdobozt is a legújabb Forma egy szériából. Úgyhogy először jöjjön a szokásos intro, és utána nézzük meg ennek a kicsi doboznak is a tartalmát. Szóval srácok, mini filmdoboz fogunk megnézni a legújabb Forma 1 Turbo szériából, amit szintén a Collectortól kaptam. Nagyon szépen köszönöm nekik, hiszen tudjátok a Forma termékeket a Collectornál is be tudjátok szerezni. Link lent lesz a leírásban, összes filmdoboz multipak egyenként külön, ugye több fajta is van megvásárolható. Úgyhogy váltsunk át az asztalra, nézzük meg ezt a kék mini filmdoboz, hiszen van belőle zöld meg piros is, ott is lehet látni, hogy van még más színű is, és Mindegyik eltérő a tartalma, mert van valami exkluzivitás. 36 kártya, kettő limitált kártya, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mégis el lesz. Formai rajta van, ne is húzzuk tovább. Bontsuk is ki a szokásos topsos minifindó, csak ugye a design más, de rettentően jól néz ki. Szedjük le a tetejét. És nem nyitottunk ugye pénteken paralel kártyát, hát reméljük ez most megváltozik. A nagy briket, és itt van a limitáltat tartalmazó kis tasak is, amit majd természetesen miután megnéztük ezt a nagy fehér csomagot, meg fogunk nézni. Úgyhogy bontsuk is ki, ha tudnám. Na, csak sikerül. Így. Nézzük is, hogy mégis milyen kártyák jönnek, ott lesz egy paralel, nagyon szuper. Viszont előtte van még a McLaren idei autója. Aztán, ha fordítunk, egy újabb Bottas Sprint Winner, hát nagyon sok ilyen Bottas kártyánk van már szokásos live action -ök. ugye Norris, aztán Sainz, aztán egy F3-as trió, utána egy híró az F2-ből, egy híró Fettel, több kártyát fogok egyszerre, fordítsuk meg újra az összeset, van itt egy Latifi, a Williamsből, aztán egy Alonso híró, őt neki azt hiszem megvan paralelben már, van egy Speedster Hamilton, egy tsunoda Gasly, Alfa Tauri duo, aztán egy Perez, van itt újabb Cunoda, aztán Speedster Fairstappen, egy Live Action Up-en, egy F3-as duó, és mindig nem jött a tótlac is, viszont a duplák azért jönnek, hát azért ennyi kártya után már gyakran előfordulnak a duplák, Horner, utána Alonso, illetve Russell, egy Trackmaster Alonso, utána egy Sergeant Hero F2, egy Fettel Live Action, illetve egy Schumacher Live Action, van még itt egy Norris, nagyon király és egy Speedster Science, és egy Speedster Ju az Alfa Romeo-ból. És itt vannak a csillogósok, amikre én már nagyon vártam, hogy megnézzük, hát meg se tudom fordítani már itt, srácok. recordbreaker Hamilton, aztán egy Race Winner egy Superstar Fettel, egy Superstar Magnussen. Itt van a Pink paralel Hamilton Race Winner, ugye ez egyáltalán nem számozott, viszont nagyon jól néz ki. És Szászkráp, srácok! Az első százklább a Forma 1 szériában, egy Norris. Hát mekkora királyság, hát egyből tesszük ide. Végre sikerült nyitni egy százklábot. Elképesztő jó. Mióta van elszunk rá. Nagyon örülök neki, és ez is egy hatkártyás csomagam amúgy. Ez a limitáltas. Silver limitált is van. Egy löklerk, illetve egy Gold Magnussen. És itt vannak a különlegesek, mármint ugye mindegyik ilyen mini film, van egy ilyen Master and Apprentice, és ugye ezeket megvan van hogy melyik, miben található meg, na de, van itt egy Ricciardo, aztán van itt egy Fettel, utána van egy Apprentice Russell, illetve még egy Bülük Bassi, ugye és a Ricciardo meg Fettel, meg Master, hát nagyon király a Sars meg meg is lepődtem, hogy van Silver, azt hittem csak Gold meg Diamond Limited kártya van, de a 100 práb, az is jól néz ki, a különleges exkluzív limitáltak is nagyon jól néznek ki, le a kalappal tényleg nagyon kire ez a Forma 1 Úgyhogy a srácok, ez lett volna ez a mai videó, kicsit rövidebb lett, mint a pénteki, mert mégis csak egy kisebb fénydobozról van szó. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, találkozunk jövő héten egy következő videóban. Na addig is legyetek jók, sziasztok!